Gyorsabb és hatékonyabb a munka az új forgatóekével, mondja Ron Bernard, magántermelő. A kulai szórványmagyarságban élő gazdáknak különösen sokat jelent a támogatás. Tényleg nagyon segít nekünk, itt bírunk maradni az országba, bírunk tovább dolgozni, bírunk az európai gazdákkal versenyezni, hogy úgy mondjam, hogy nem vagyunk mink is lemaradva, de érdekel a továbbra is a pályázatok, amit kijönnek, szeretnénk pályázni. Puskás Ferenc műhelyébe már két körben nyert. Először egy turbófeltöltők javítására szolgáló, majd egy szelepülés megmunkáló gépet. Motorfelújítással foglalkozunk, és ezek a gépek elsősorban ugye új gépekről van szó, tehát minőséget tudjuk garantálni a vevők felé, tehát az új technológiáknak az elérése valójában. További pályázásra buzdították a kulaiakat a hétfőn megnyíló új körben. Gyakorlatilag a mezőgazdasági termelők számára ismét azt mondom, lehetne mondani, hogy korlátlan lehetőség vannak, bár most másként vannak a pályázók, tehát van földvásárlási lehetőség, házvásárlás, ugye, tehát mezőgazdasági környezettel, és a hitelkonstrukciós pályázatok, amely 50 ezer és 500 ezer euró közötti egyedi pályázat lehetőséget nyújtja. Itt is vannak mezőgazdaság, állattenyésztés, néhány többéves ültetvény fajtának a telepítésére. A Gödör sportpályán a Helyi Népkör Magyar Művelődési Egyesület szervezésében megtartott ünnepségen helyi és vidéki csapatok is érkeztek a birka paprikás főzőversenyre. Nagy szeretettel fogadunk itt minden vendéget, és mivel 10. alkalommal szerveztük meg a hagyományőrző napokat itt Kulán, és ez 10. alkalommal, és sikeresen ügyesek vagyunk, úgyhogy ezt el lehet mondani, hogy az idén már 6 vagy 7 csapattal többen főznek, úgyhogy az 50 bográcsnál tartunk. Volt kézműves kirakodó vásár, foci, kötélhúzás, gyermekprogramok és gazdag művelődési műsor. A Magyarország szemszögében és általában Kula szemszögében nagyon fontos azért, mert próbáljuk még jobban összekovácsolni, összekötni a Kula község magyarságát, és ezzel az ilyen rendezvényekkel úgy gondolom az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, és többet tudnak beszélgetni, szórakozni. A hagyományokhoz híven az ünnepség részeként köszöntötték a magyar osztályba induló elsősöket. Idén 13-an kezdték meg a tanévet Kulán.